15 arany, 8 ezüst, 5 bronz a bővített éremtáblázaton, ezzel pedig az eddigi legjobb magyar szereplés a harmadik ifjúsági olimpián Buenos Airesben, ahol Milá Kristóf és Késeli Ajna úszók 3-3 elsőséget szereztek, de született vívó, kajakos, dzsúdós és tornász aranyérem is. Kulcsár Krisztián, mobelnökkel a számok mögé nézünk. Jó reggelt kívánok, Szerusz! Jó reggelt kívánok! Krisztián, ez volt a bővített, a szűkített, meg itt a vegyes mix versenyek is benne voltak ebbe az előfelsorolt éremesőben, tehát ott meg 24 érem, 12 arany, 7 ezüst és 5 bronz. Mi volt a kulcsa minden idők legsikeresebb magyar szereplésének? Hát ha tudnám, hogy mi a, mi a kulcs egy jó, egy, egy jó szereplésnek, akkor, 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 lehet, hogy sorban állnának nálam más nemzetek olimpiai bizottságának a vezetői is. Én nagyon szeretném azt mondani, hogy nem csak egy jó szereplés látunk itt, hanem, hanem, hanem egy szisztematikus építkezésnek a mondjuk az első vagy kezdeti sikerei több sportágban. Ugye ami, amit nagyon fontos az az, hogy olyan sportágban is szereztünk aranyérmet, meg érmeket, amiket amik az utóbbi időben nem kényeztettek el minket. Hát igen, majd ennek, erről is beszélünk, hogy hogy oszlottak ezek meg. 79 fős csapat volt Buenos Airesben. Egyébként volt-e, vagy milyen elvárás volt a világesemény előtt? Számszerűsített szereplési tervet egy ilyen speciális világeseményre adott-e a sportvezetés? Nem, nem, nem volt, és akkor, amikor ennek a, ennek a Buenos Aires i az eredményességét próbáljuk elemezni, akkor az egyik legfontosabb hanem a legfontosabb összetevője ez maga, maga a kvalifikás sportoknak a száma volt. Tehát ez a 79 fő, ez, ez sokkal több, mint ami itt Nanjingban vagy, vagy Szingapurban tudott a magyar küldöttség produkálni. Ezzel egyébként az egész, tehát a küldöttségek összességében is nagyon előkelő helyen voltunk. És hogyha, és ugye miért fontos ez, ez miért mondom én ezt? Azért mondom, mert nagyon nehéz ott kvalifikálni. Tehát, ez, 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 ez igazán olimpiára is jellemző, de, de, de az ifjúsági olimpián elmondható, hogy, hogy, hogy szintén nehezebb kijutni, mint ott aztán egy jó eredménnyel akár érmet szerezni. Tehát ilyen szempontból ez egy jó előszoba volt a felnőtt olimpiához képest, hogy milyen nehéz volt oda kijutni, de nézzük magának ennek a rendezvénynek a presztízsét, ugye az Egyesült Államok hiányában, és egyáltalán a különféle versenyek megrendezési módját is nézve, mert azért ültek itt is olyan versenyzők ebben a stúdióban az elmúlt napokban, akár aranyérmes is, aki ugye kajakkenúban azt mondta, hogy nagyon örül, de az a lebonyolítási mód, az a bemutató jelleg, hát az, 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 az jó pofa volt, és egynek jó. Presztizsben hova helyezzük most az ifjúsági olimpiát? Egy korosztályos versenyt nehéz, nehéz általában el, elhelyezni. Ugye minden sportágban nehéz maga az a tranzíció, amikor valaki a korosztályos mezőnyből átkerül a felnőtt mezőnybe, tehát azért ez, 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 ez mindenki, nem szabad nem, nem, nem értékelni. Arról nem beszél, hogy ifjúsági Olimpia négy évente rendeznek meg, tehát mi csak az sincs, hogy minden évben folyamatosan kapnánk egy visszacsatolást arról, hogy hogy mennek a, 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 hogy megy a felkészülés, hogy megy, hogy megy a, a fejlődés egyes sportágon belül. Ezzel együtt nem, én nem, nem, tudom, nem, nem tudom más, hogy nem akarom más, hogy nézni ezt, mint, a, mint, mint, mint azt az eredményt, amit, amit ott, ott, elértünk. Én, én is azt gondolom, hogy az országoknak a jelentős része komolyan vette ezt, a, ezt a, az eseményt, a, a Nemzetközi komolyan veszi ezt az eseményt. Természetesen különböző országban különböző szempontok, hozzáállások vannak az Egyesült Államokban, rakétaszerűen indulnak be a, a, a sportok, akkor, amikor az egyetemi korba az egyetemi sportrendszerben kezdenek igazán felülni. Tehát én, 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 azt hiszem, hogy, hogy nyilvánvalóan nem lehet abból kiindulni, hogy ezek a versenyzők, ezek az, ez az eredményesség, ez Tokyo vagy Párizsban ugyanígy fog megjelenni, de, de mindenképpen valami jót jelent de azért, ha csak az említett két úszó tehetségre gondolunk, meg gondolhatunk talán másokra is, vannak azért már e között a versenyzők között és érmeseink között, akikről jó esetben már megelőlegezhető egy biztos felnőtt olimpiai szereplés, vagy legalábbis egy jó olimpiai karrier, igaz? Igen, ez sportás specifikus dolog, úszásban, valóban tornában, ott azért ott már egy, az élet egy kor, korábbi szakaszában is látható az, hogy, hogy valakiből uh, uh, már a felnőtt mezőnben mit lehet uh, várni, az úszás az egy ilyen sportág valóban, igen. És a vívás? A vívás az egyáltalán van, nem ilyen. A, mert hogy ott <laughs> se szerepeltünk rosszul, és amire utaltál, húsz sportágban indultak a magyarok, ezek közül kilencben sikerült élmert nyerni. Volt-e valamilyen területen hiányérzeted? Nem volt nem volt hiányérzetem, és uh, nem, nem volt. Én, én, nagyon örültem, sőt, sőt kellemes meglepetéseim voltak a, a, lovaglásban, ugye a, a, kerékpárban, a, az, hogy, az, hogy a, a, a zsúdóban aranyérmet szereztem, nem. Tehát hiányérzet, ezután a szereplés után, hogyha most hiányérzetről beszélnek, akkor nem, nem volnék sem magamhoz, sem, sem az egész küldöttséghez, meg az eredményhez fel. Viszont a, a, mi a helyzet azokkal a hagyományos sikersportágakkal, ahol ugye, egyes sportágokban megvan a folyamatosság, de például a judóban generációváltás előtt állunk, ugye ehhez képest itt volt kiemelkedő eredmény. Szóval igazából mely sportágaink, sikersportágaink számára volt legfontosabb jelzés az, ami Buenos Airesben zajlott? azokban a sportágban, ahol egyébként én azt hiszem, hogy joggal várnánk el az, hogy, egy, olimpián világbajnokságon eredményt érjünk el, és az utóbbi időben meg nem kényeztettek el. Na, ugye itt első mondhatjuk azt, a, azt, amit már említettünk, a Szofi ugye győzött, birkózás, atlétika, öttusa, ugye hát ott is utoljára Londonban tudtunk érmet szerezni, jóban a szereplés volt, hogy itt most megint érmet szereztünk, és torna, tehát ezek azok a sportágok, amiket kiemelni. A korábbi ifjúsági olimpiákat is nézve egyáltalán ilyen statisztikákat érdemese vezetni, hogy amire az előbb már utaltunk, hogy milyen lesz itt a lemorzsolódás aránya, tehát hogy ki az, aki meg fogja ugrani majd az itt jól szereplő versenyzők közül a maga magas sportágában azt a generációs szakadékot, ami a felnőttben komoly versenyzővé teheti. Lassan elérünk odaig, hogy, hogy hogy ezeket a fajta statisztikákat el lehet kezdeni figyelni, ugye 2010-ben volt az első ifjúsági olimpia, érdemes érdemes megnézni, lehet, hogy Tokió után erre érdemes visszatérni. Mm -hmm. Egyes hírek egyébként fapados ifi olimpiáról szóltak, emeletes ágyas szállásokkal, az a Buenos Aires az nem a rongyrázásról híresült el, igaz? Nem, de nem tudom, hogy ezek a hírek, amiket te olvas, ezek most pozitív vagy negatív. Már az az én pozitív, meg kell igen, jegyeznem. Igen, ez egy nagyon jó siker, tehát hangulatilag, szervezésileg egy nagyon jó sikerült olimpiát láthattunk. És amikor egy ilyen amikor fapados jelzőben illetik, akkor én, akkor én inkább a, a, fenntarthatóságot látom. Tehát ugye egy olyan eseményről van szó, ami, ami nehezen eladható, nehezen mediatizálható, szponzorokat kevés érdekli miközben van érdeklődés, és hát marad rága megrendezni egy, 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 egy ilyen olimpiát. Tehát, tehát azt látni, hogy, 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 ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy, hogy anélkül, hogy belekergetnénk a rendezőket mindenfajta olyan, olyan költségbe, amik esetleg egy pici észszerűség mellett elkerülhetők, az, 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 az szívet melengető. Hát igen, én is azt gondolom, hogy minden ilyen jelzés az jó, akár a, a, a felnőtt olimpiák tekintetében is, hiszen a nagy olimpiákat is folyamatosan ugye elszálló árak és költségvetés jellemez. Ilyen szempontból lehet -e ennek a világeseménynek tanulságai szerint? Ez. Ez, ez, az, ez, ez, alapvetően egy tanulsága, ugye Argentina eleve úgy indult ennek neki, hogy a, hogy, hogy a olimpia után jelezte, hogy, hogy, hogy azt a fajta rongyrázást, amit ott a, a, kínai szervezők bemutattak azt, hogy nem, nem bírja vállalni, azóta hogy ugye tudjuk, hogy a felnőtt olimpiáknál is egy, egyre, 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 jobban szembesül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az, hogy nehéz, nehéz rendezőt vagy szervezőt találni. Igen, és az irány is ez, tehát a következő téli olimpia az téli olimpia, ifjúsági olimpia Afrikában lesz, én azt hiszem, hogy az irány továbbra is egy, egyfajta puritán hozzáállást mutat. Amit láttál itt a rendezőktől, amit mutatott Buenos Aires, egy ilyen jó hangulatú és stílusú ifjúsági olimpiát Magyarország meg tudna rendezni mondjuk jövőre vagy két év múlva? Ha most az ölünkbe hullana? Meg tudnánk csinálni. Én azt hiszem, hogy meg tudnánk csinálni. Ez, ez egyre inkább létesítmény, létesítmény függ, azon az úton ha megyünk, hogy hogy ez egyre kevésbé lesz, lesz kívás. Nyilván vannak olyan különleges, létesítmények, amik, amikkel nem rendelkezünk még, de, de, de mondjuk egy ifjúsági olimpia megrendezése infrastruktúrái szempontból megoldható lenne, igen. Krisztián, térjünk át a Tokiói olimpiára a vége felé még olyan szempontból, hogy félúton járunk, és félúton jár a Magyar Olimpiai Bizottság is a felkészülésben. Ilyen szempontból most még lesznek a legfontosabb feladatok, amire koncentrálnotok kell? Ugye most kezdődött el a kvalifikáció, nagyon, nagy, nagyon, nagyon nézzük a, a, és, és izgulunk, hogy hogy, hogy alakulnak a, a számok. Szeretnénk elérni, hogy, hogy úgy álljunk majd oda, hogy a, hogy a delegáció nem lesz kisebb, mint ami Rióban volt. A, 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 a várakozások tekintetében egyelőre csöndbe, csöndbe vagyunk, tehát szeretnénk, szeretnénk ezt. Um, Először látni, hogy egyáltalán, egyáltalán most ezek a világbajnokságok, amik, amik most már kvalifikálnak, ezek, ezek hogy alakulnak. Egyelőre, egyelőre nyugodtak vagyunk, úgyhogy, és optimisták. És a sportákkal meg folyamatosan egyezünk, járunk ki. A kollégám járnak Japánban, és az előkészületeken dolgoznak. Mindek közben, ha beszéltünk arról, hogy nagyon biztató volt az összkép az ifjúsági olimpián a tekintetben, hogy a sportágok számához képest jól oszlottak el az érmek és a magyar szereplés. Ilyen szempontból számíthatunk-e Tokióban egy több lábon álló magyar csapatra? A Három több, és az aranyére. Ugye? Tehát azért Magyarországon vagyunk, ahol, a, ahol, ahol, ahol ugye aranyérmek alapján méretődünk meg. Hát, Figyelj, a Rio, olimpiát, hogyha ha, ha, nézzük, akkor, akkor ugye mindent lehet félig üres, félig telep perspektívából látni. Én azt hiszem, hogy ha, ha azt nézzük, hogy egy 10 ország, akkor, akkor az, 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 a hely, amit mi az éremtában elfoglaltunk, az, az, gyönyörű. Ha azt nézzük, hogy milyen olimpiai hagyományaink vannak, hány sportában, akkor meg ugye lehet, lehet mondani, hogy hát volt már ennél jobb is. Különös tekintettel arra, hogy ugye milyen, milyen mennyiségű pénz áramlik ugye a magyar sportba. Én, én, azt hiszem, én azt hiszem hogy, 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 nem, nem életszerű azt mondani, hogy, 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 a, hogy a megszeretett arany, már olyan elkezd növekedni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy azt viszont igenis, hogyha ezt szinten tartjuk, vagy, vagy valami fajta javulást várunk az érmek aranyemek számában, akkor meg abból nem lehet kiindulni, hogy a, hogy a vívók meg a, meg az úszók e, 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 ilyen eredményeket fognak tudni hosszú távon hozni. Tehát nincs más, nincs más mint a, abban, abban hinni, hogy, hogy atlétikában, birkózásban, e, judóban, ötusában e, e, tudunk olyan eredményeket hozni, mint egyébként kajakenuban, ami, 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 ami viszont egy kiszámítható fizikai sport, és nagyon-nagyon és optimisták vagyunk, hogy, hogy a kajakosok majd Tókióban is hozni fogják az eredményeket. E, ott, vannak a, ott vannak a csapasportágak, ahol ahol van az a néhány, ahol, ahol nagyon komoly hagyományaink vannak és komolyak az elvárások, nyilván az a, a vízi labda, meg a, a, meg a kézilabdáról labdáról tudunk, tudunk beszélni, mert a, mert a többi csapatsportában egyelőre nem nagyon látom, hogy bármifajta esélyünk volna, de tévedjek, már a klasszikus csapatsportok, nem az új számokról beszélek, mert a női kosarabdában a 3-3 ott talán, talán meg tudjuk lépni, de hát futball, kosár, röpi ezek, ezek nem működnek már olyan értelemben, hogy abba bízunk, hogy kijutunk. Tehát lehet, hogy kihajtam egy-két egy, egy sportágat, de, de alapvetően így ebben, ebben Sok lábra állni, igen. Jó munkát hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.